Fú, srácok. Nem vagyok boldog. Kifejezetten nem vagyok boldog, de hát um, valakinek ezt el kell mondani nektek. Sziasztok srácok, lányok, itt Zsomác, mindenkit egy újabb videóban, és a mai napon egy kicsit beleugrunk a Brawl hírekbe, ugyanis van egy-két információ, ami mellett szerintem nem szabad elmenni ugyanis fontos lehet nagyon sok szempontból. Ugyanis gondolom, ti is abban a pontban vagytok a játékban, hogy a Brawl Pass már valószínűleg kivittétek, ha free en ha ugye a Brawl pass a Premium pass együtt, akkor úgy, és nincsenek új skinek, nincsenek új dolgok a játékban, ugye már lassan két hónapja volt az utolsó update, és hát még jön egy-két gadget, például majd ki Dynamite gadgetjed, hogy ez nem egy nagy cucc azért tegyük hozzá, szóval szerintem elég vontatott most már kicsikét a játék, ugye nagyon-nagyon régóta volt már update, mint említettem, és szerintem egyébként a Brawl Stars, ezeket a frissítések tartják életben, a mindig az új content szerintem erre nagyon-nagyon-nagyon nagy szükség van a Brawl és hát ugye ez már egy ideje nem jött ki, ugye véget ér a season érkezik, a következő érkezik, a következő update, Nos, és Twitterre ki lehet rakva egy elég érdekes dolog, amiről nem feltétlenül tudhattam, mert lehet, nem vagy fent Twitteren. Én sem vagyok egy nagy Twitter felhasználó, de ezt láttam, ugyanis Erlite kiposztolta ezt, hogy azt írta tulajdonképpen angolul, hogy látott egy csomó kommentet a következő update-tal kapcsolatban, figyeljetek mondjuk ffx Oké, okay, szóval, hogy a csapat nemrég érkezett vissza a nyári vakációról, tehát pár hete érkeztek vissza, tulajdonképpen csak úgy angolul másképp van az és magyarul ez nem lehet mondani. Tehát szóval nemrég pár hete érkeztek vissza, tulajdonképpen szóval a következő update egy mini update. Igen, srácok! Itt hallottátok először, mini-update. Szóval, hogy... Um, mini-update. Mini-update. Mini-update, tehát az előző... előző update-ből is egy mini-update volt, mert csak egyetlen egy brolet kaptunk, Surge-öt, és a következő mini-update lesz. Nos, és ezzel kapcsolatban fogom elmondani a predikcióimat, valamint azt, hogy ez miért is lehet. Ugye, ha esetleg valaki nem tudná, akkor Finnországban, ahonnan származik a Supercell, akik készítették a Brawl Stars Clash, a Clash of Clans például, ott az állam által meghatározott kötelező egy hónapos szabadságra kell mennie minden a dolgozónak nyáron. Azt, hiszem, mikor van pontosan azt szed, de biztos szét lehet mert nincs az, hogy akkor egy hónapig nem dolgozik senki. Szóval, hogy egy hónapos szabadságra mennek, és és ez nyilván egyébként a dolgozóknak nagyon jó, mert nagyon sokat tudnak pihenni. Finnországban azért elég jól keresnek általában az ember, szóval nem kell őket sajnálni, egyáltalán pláne a Brawl Stars, meg a Supercell, de nem az a lényeg, hanem az a lényeg tulajdonképpen, hogy, hogy nem voltak itthon, ugye az update az úgy működött az előző, hogy nem voltak itthon sokan, nyilván volt egy-két dolgozó, aki ben volt és dolgozott, de hogy nem voltak itt, és ezért volt az, hogy folyamatosan adagolták most ugye nyáron a gadgeteket. Szerintem a tavalyi ilyen nyári gadget adó, illetve Star Power adogatós update sokkal jobb volt, mert sokkal több kontentet kaptunk, heti három új Star Power, és ott tényleg izgalmas volt, ott tényleg minden héten valami izgalmas, nagyon új dolog érkezett, most pedig hát ugye 10 gadgetet kaptunk, ez elég kevés, és és akkor bejelentik, hogy most a következő update az kisebb lesz. Nos, um, azt jelenti ez szerintem, hogy nem lesz nagy update, szóval lehet, hogy um, ezzel csak azt akarják elérni, hogy ne legyenek annyira nagyok az elvárásaink, pont ezért, mert nem volt annyira sok idejük foglalkozni ezzel az egésszel, amely egyébként természetesen tökre érthető, szóval, hogy nem volt idők annyira dolgozni vele, ezért nem fognak tudni akkora nagy update-ot csinálni. Nyilván egyébként uh, fog. Jönni egy új season szóval erre mindenféleképpen számítatunk szerintem. Nyilván skinek is jönnek, nyilván jönnek új gadgetek, meg uh, új karakter is. Uh, remélem, hogy nem csak egy fog jönni megint, bár hogy nyilván, hogyha nem lesz nagy update, bár mondjuk az a a bro első Brawl Pass-es update az nyilván nem volt kicsi, de hogy, um, hogy én nagyon-nagyon örülnék mert hogy kettő karakter lenne, és egyébként valaki erre a figyelmet reddit hogy az, hogy most egy mini update jön, az nem jelenteti azt, hogy season közben nem lehet update. Szóval akár season közben is elkezdhet egy update, ami igazából uh, nem mondom, hogy tök logikus lenne, de hogy a season azért két hónapig tart, valaki azt mondja, hogy lehet, hogy a rövidebb season lesz, meg kisebb update. Ezt nem tartom valószínűleg, szóval a season valószínűleg két hónapig fog tartani megint. Ez remélem most nem 70 Napig, hanem mondjuk csak 60 napig, vagy valami ilyesmi. Szóval, hogy most az előbb 10 napot hozzáadtak, most remélem, hogy uh, lehet, hogy most 50 napos lesz, vagy nem is tudom, meglátjuk majd. Szóval uh, viszont ez nem jelenti azt, hogy nem lehet a season közben update. Szóval most kiadnak egy kisebb update-ot, aztán kiadnak egy hónap múlva még egy update-ot, és ez a kettő összeadva, ez már egy nagy update-nak számítana. Szóval most egy mini, meg még egy mini, az két nagy igazából. Úgyhogy uh, szerintem, szerintem azért ez, ez nem lesz rossz. Szóval, hogy ráadásul ugye október-novemberben van a Halloween, szóval a Brolovini update is nem sokára érkezik, szóval vagy ez a következő lesz a Brolovini update, vagy az, az utáni, ami, ami lehet, hogy ugye másfél hónap múlva van, vagy, vagy valami értitek. Szóval érdekes, bármi előfordulhat még, bármi előfordulhat még, és ami érdekes az, hogy megkereszte valaki, hogy ez lesz a legkisebb update az évben, és azt mondta, hogy valószínűleg igen, és egy, hát egy emojit is rakott mögé. Vannak, akik az emojiban bíznak, hogy lehet, hogy csak betrokkodnak vagy valami, de ugye nem tudhatjuk természetesen. De azért idén elég jó update-eket kaptunk. Kaptunk Mr. Pit, kaptunk gadgeteket, kaptunk Brawl Pass, kaptunk nyarat, a szörnyek nyarát tulajdonképpen, és azóta nem volt semmi, szóval azért elég nagy dolgok voltak, szóval hogyha mondjuk nem egy ilyen nagy Brawl Pass-es update-et kapunk, hanem egy kisebbet, akkor szerintem nem kell szomorúnak lennünk. Egyébként láttam egy mémet ezzel kapcsolatban, hogy tavaly volt egy ilyen a legkisebb update a Brawl Stars-ban, és kb. csak három skin jött meg egy kis kisebb uh, újítás. Szóval azért ennél nyilván nagyobb lesz meg Brawl Pass, meg ilyen fix dolgok azért érkezni fognak, de nem kell valami óriási nagy dologra számítani, szóval ezt csak el akartam így mondani előjáróban, hogy tudjatok róla srácok, tudjatok róla és ne legyen az, hogy ki az update, kijön a brawl és mindenki szomorú lesz, ugye reménykedni még szabad, mert egyébként játszatok más játékokkal és például én most elkezdtem clash és tökre szeretem, szóval hogy például próbáljátok ki más játékokat, ne próbáljátok nagyon-nagyon ráfogni a Brawl mert akkor hamar meg tudjátok unni egyébként, szóval próbáljátok egészséges keretek között tartani ezt az egészet, és akkor élvezni fogjátok a játok. Látékot, úgyhogy én nagyjából én szerettem volna mai napra. Holnap érkezem egy másik videóval ezen a csatornán, mert mostanában ugye két naponta van videó itt, de most kicsikét úgy hát ellettek hanyagolva a dolgok. Egyébként a másik csatornámon van egy új videó, amit én feképpen érdemes lecsekkolni, mert néztem magyar youtubereknek, reknek hogy a csatornák hogyan néztek ki évekkel ezelőtt. By the way, ha már itt tartunk és új lennél, akkor minden nap szoktam egyébként a Facebookon streamálni, úgyhogy azt is csekkold le nyugodtan, várok mindenkit nagy szeretettel, leginkább Brawl Stars vagy uh, szokott pörögni mostanában. Úgyhogy a srácok, ez van, gondoltam, hogy uh, egy ilyen kis sima poszt helyett egy videót készítek erre, hogy minél több emberhez eljusson ez az információ. Szóval mondjátok meg a haveratoknak, hogy küldjetek el neki ezt a videót, ha akarjátok tudni, hogy mi a szituáció az új update-tel kapcsolatban. Az, hogy mikor érkezik erre, mert volt korábban videóm, azt csekkold le, ha még nem láttad volna. Én nagyon várom, nagyon fel vagyok hype és abban a szituációban vagyok, hogy nagyon-nagyon uh, várom, el, és nagyon számítok arra, hogy legyen valami jó. Persze, attól kisebb nem jelenti azt, hogy nem lesz jó, ez csak szimplán annyit jelent, hogy nem lesz nagy update. Kicsit szomorú vagyok, de felefelje a srácok, lányok, Brawl Stars az még mindig egy király játék, nem csak kezdik a világbajnok segít, szóval azt is lehet majd követni, úgyhogy... Ja, úgyhogy nagyjából én szeretem volna a srácok a mai napon nektek mondani. Úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok, ha tetszett, hogy nyomjatok egy lájkot, ide fel, be a csöngöt, nem maradtok le a legújabb videókról, és találkozunk legközelebb, és a következő videóban, Belen Sziasztok!